Lassan már a térre készülnek a méhek, ebben a dombrádi méhészetben is. Ez az Országos Magyar Méhész Egyesület egyik bemutató telephelye, ahol fekvő és rakodó kaptárrendszert is használnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még két másik telephelyen összesen közel 300 családdal méhészkednek. A termelési idény már befejeződött, és bár hiába Magyarországon a legnagyobb a méhsűrűség az Európai Unióban, mégsem itt a legtöbb a megtermelt méz. Eltéréseket azonban országon belül is tapasztalnak a méhészek. Azért időjárás, hiába itt, akkor beszélünk a Dunántúról, vagy Pest megyéről, vagy bárhonnan, 200 kilométer, de az időjárásban akár 2-3 hét különbségek lehetnek. Tavasszal itt hidegebb a tél, később jön a tavasz, virágpor, vagy a virág virágzása későbbre húzódik. Nekünk rövidebb időnk van felkészülni egy főhordásra, akászra, meg más a növénykultúránk, végül is itt mind Dunántúlon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ártéri telephelyek vannak, így itt főleg a vadvirágok adnak lehetőséget a méhek fejlődésének. Idén későn jött és túl enyhe volt a tél, ezért a méhek nem tudtak nyugodtan telelni. A tavasz jól indult számukra, azonban a populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben, ami viszonylag nagy terméskiesést jelentett, mivel egy átlagos napon akár 4-5 kiló nektárt is behordanak a kaptárakba. Ez nem csak a megyében, országos viszonylatban is probléma volt. A trepcének a kihasználására nem nagyon volt lehetőség. A tavalyi ősz miatt hiába vetették le a repcét, a kikelés későre nyúlt. A késő őszi, vagy akkor már majdnem téli esőzés elindította a repcét, de tavasztal ez kiszántásra került. Utána az akácunk, szép volt az akácvirágzás, fagykár itt Szabolcs megyében nem volt jellemző. Mivel hogy az, hát végül is akkor mondhatjuk, hogy jó termésünk volt, egyetlen egy volt a probléma, hogy mondtam, hogy a mély családok kétharmadával tudtunk termelni, és ez így visszahozva már nem olyan szép eredmény. A szakember szerint a nozéma betegség és az atka is megtámadta a méheket, de pontosan nem lehet tudni, hogy ezt mi okozta. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy 10%-kal növeljék 2016 és 2019 között a Nemzeti Méhészeti Program költségvetését, amelynek legnagyobb részét az atka elleni gyógyszer és az azt segítő cukortámogatás teszi ki. A tagországok között összesen 36 millió eurót osztanak szét, Magyarország idén megnövelt forrásigénnyel jelentkezett erre a támogatásra.